ugyanis a stúdióban itt van Volner János, a Huxi pártelnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlő. Aki az elmúlt napokban azzal került be a sajtóba, hogy dacára annak, hogy kapott egy felkérést, hogy külgazdasági attasénak Szingapúrban menjen, itthon maradt. A világ második legmagasabb óriás kereke van ott, azt tudta? Nem érdekli? Igen, nagyon sok minden érdekes Szingapúrban. Szingapúri állatkert fantasztikus. Igen, roppant inspiráló ország csak úgy. 63 kisebb szigetből áll, direkt felkészültem. Szóval nem. Hát egyszerű volt a magyarázat, roppant inspiráló lett volna Szijjártó Péter alatt dolgozni, hiszen egy olyan külügyminiszterről beszélünk, aki miközben leáll az európai gazdaság, óriás beruházásokat egymás után jelent be Magyarországon. Dőlnek a rekordok. Dőlnek a rekordok, sikerült megfordítani az egyoldalú Európai Uniós, illetve nyugati függést, tehát kiegyensúlyozódik Magyarország külkapcsolati rendszere egyre inkább a gazdaságpolitikai szintéren is, tehát inspiráló lett volna alatta dolgozni, és inspiráló lett volna számomra is több mint 10 éves külkereskedelmi gyakorlattal, külgazdasággal foglalkozó diplomatának lenni, de látni kell azt, hogy a Huxit ügyét Magyarországon sajnos senki nem vállalta föl. Egy olyan témáról beszélünk, ami a Median vagy az Euróbarométer felmérése szerint. Nem biztos, hogy mindenki tudja. Tehát, hogy arról van szó, hogy az ön pártjának a zászlajára azt tűzte, hogy Magyarország lépjen ki az Európai Unió. Így van. Nagyon köszönöm a kiegészítését, mert így helyes, hogy ismertetjük minden nézővel. Tehát, hogy kitűztük azt a zászlónkra, hogy lépjünk ki az Európai Unióból. Itt emlékeztetnék arra, hogy a Jobbiknak a 20 évvel ezelőtt megfogant alapítói nyilatkozatában ez már benne volt, és nem véletlen nevezett engem Orbán Viktor a Jobbik utolsó mohikánjának, hiszen én továbbra is az alapításkori elvek szellemében nem szeretnék politizálni. De nem választottak könnyű témát maguknak. Én megnéztem az Euróbarométert, a magyarok 84%-a támogatja az EU-s tagságot, sőt, mindössze 14% ellenzi, és a Huxitról az emberek 76%-a nemmel szavazna. Igen. Valóban most kisebbségben vagyunk még a társadalmon belül, de nagyon fontosnak tartjuk azt az üzenetet eljuttatni mindenkinek, hogy alapvetően az emberek két dologért szeretnének az Európai Unió tagjai maradni. Az egyik az, hogy vámhatárok nélkül kereskedhetünk nyugati országokkal, ehhez azonban nem kell az Európai Unió, hiszen az EFTA, azaz az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagjai is vámok nélkül kereskedhetnek az Európai Unió államaival, részt vehetnek a közös piacon, illetve a másik ilyen gát a közvéleménybe, ami a félreinformáltság miatt kialakult, az az, hogyha Magyarország az Európai Unió tagja lesz, ismét lesz határellenőrzés. Ez megint nem állja meg a helyét, hiszen a Schengeni övezet az Európai Uniótól függetlenül működő övezet, és olyan országok, mint például Svájc, Norvégia, vagy Izland, vagy Liechtenstein, polgárai hasonló jogokkal élhetnek, akár a közös piacot, akár az utazást. Nagy-Britanniában pedig pont a Brexit párt sikerre vitte az ügyet, és ott meg, hát hogy mondjam, bosszút állt azért az Európai Unió. Igen, előfordul ilyen is, az kétségtelen, de azért alapvetően... Egy példa volt eddig, és tehát 100%-ban. Egy ilyen példa volt eddig, de több más országnál viszont nincs Európai Uniós tagság, és azzal együtt szabadon kereskednek és szabadon utaznak. Ja, önök egy ellenzéki párt, nem igen, kormánypárt. Én megnéztem most 2003. április 12-én, amikor szavaztunk a csatlakozásról, akkor 592.690 nem szavazat született. Erre nagyjából 12-13 ellenzéki, hát sőt, ennyi ellenzéki párt hajt tulajdonképpen. Igen, mekkora szeletet szeretnének önök ebből kihasítani, mondjuk az EP választás? Tényleg az EP választáson indul egy olyan párt, amelyik a kilépést célozta meg? Hát roppant inspiráló viták zajlanak most éppen a Huxit párton belül, abból az értelmiségi oldudvarból származó emberek közül, akik a Jobbik munkájában is részt vettek, arról, hogy most indulás legyen vagy ne legyen. Én alapvetően a pártpolitizálást azt egy eszköznek tartom arra, hogy a nemzet ügyét előre tudjuk mozdítani. Azt én deklaráltam is a közelmúltban, hogy én magam semmilyen közmegbizatásra, beleértve az LP képviselőséget, vagy bármilyen más közmegbizatást nem szeretnék hajtani. Én visszatértem az üzleti szférába, vállalkozóként dolgozom, és ezzel nagyon elégedett vagyok. Tehát számolnak a lehetőséggel, hogy elindulnak az LP választáson, miközben kiléptetnék Magyarországot? Nagyon fontos azt látni, hogy Nigel Farage például, aki a Brexitnek, azaz a brit volt
történő távozásnak a motorja volt, az nem kis részben azzal tudta ezt a munkát véghez vinni, hogy kiment az Európai Parlamentbe képviselőnek, és ott aztán rendkívül rendszerkritikus módon rámutatott az Európai Unió korrupt és rosszul működő jellegére. Én egyébként arra szeretném még fölhívni a figyelmet Magyarországon, különösen a kormány oldalét, hogy attól függetlenül, hogy töretlenül hisz Orbán Viktor abban, hogy megreformálható az Európai Unió, és ő még minden kísérletet megtesz arra, hogy megpróbálja megváltoztatni a brüsszeli álláspontot. Ezzel együtt én nagyon fontosnak tartom azt, hogy készüljünk az Európai Unió utáni életre, hiszen ahogy Orbán Viktor is a belső zárt körű megbeszélésen a sajtóhírek szerint azt mondta, hogy 50% esélye van annak, hogy az Európai Unió tönkre fog menni. Tehát akár a mi szándékunk teljesül, hogy föloszlik az Európai Unió, vagy kilép belőle Magyarország, akár ez az Európai Uniós szétesés, erre a munkára szükség van. Volnár János, köszönöm, hogy itt volt. Én is nagyon köszönöm önnek a meghívást.